Üdvözlöm Önöket, kezdődik a kilátó. A mai adásban először az országgyűlési választásról lesz szó. Köszöntöm a stúdióban Ignác Dávidot, Miskolc jegyzőjét. Jó estét kívánok! Én is nagy tisztelettel köszöntöm a Miskolc Televízió nézőit. Ugye azt mondhatjuk gyakorlatilag, hogy lassan a finisbe érkezünk, ugyanis jövő héten kezdődik április 3-án vasárnap a választás. Ugye elsősorban ma olyan Változásról fogunk beszélni, ami több Miskolcon élő embert is érint, ez pedig nem más, mint a szavazóköröknek az átalakulása. Megváltozott egy picit, csökkent a számuk. Mit jelent ez korábban, hány szavazókör volt, és most hány lesz? Igen. A korábbi időszakban ugye éveken, évtizedeken keresztül 160 szavazókör volt Miskolc területén belül. Ez tavaly augusztusban került megváltoztatásra, ebből a 160-ból 129 lett. Ez gyakorlatilag több okból tudható meg. Egyrészt ugye alapvetően a lakosságszámnak a változása, ami a legfőbb ok volt, másik pedig ugye az adminisztráció és a költségcsökkentés. Azért 31 szavazókörről beszélünk, ennek a 31 szavazókörnek a felszerelése, ebbe delegáltaknak a biztosítása, a jegyzőkönyvezetők biztosítása, ez egy jelentős plusz adminisztráció, jelentős plusz költség volt, és hát ezek érdekében próbáltuk ezt racionalizálni. Fontos volt egyébként az, hogy ez a 129 szavazókör, ez hogyan is helyezkedik el. Ugyanis alapvetően a választási eljárásról szóló jogszabály az, amely kimondja azt, hogy ugye a választási iroda vezetője, az a jegyző köteles ezeket folyamatosan felülvizsgálni, ezeket a szavazóköröket, és a lakosságszám szám alakulásnak megfelelően folyamatosan frissíteni és átalakítani ezeket a köröket. Alapvetően a jogszabály előírás az, hogy minimálisan egy szavazókörbe 600 főnek kell tartoznia, és lehetőség szerint maximálisan pedig 1500 főnek. Úgyhogy ezen korlátokon belül próbáltuk megtartani a szavazókörbe tartozó lakosoknak, szavazópolgároknak a számát. Néhány kivétel természetesen adott, hiszen vannak olyan területi egységek, amelyek önmagukban jóval kisebbek. Mondok néhány példát, ugye Ómassa, Lilafüred, vagy akár Bükszent László, ahol a szavazópolgároknak a létszáma jóval kevesebb, viszont őket nem akartuk annak a fölösleges fáradtságnak kitenni, hogy más település részekre kelljen átmenniük, tehát ők ott helyben tudnak a továbbiakban is szavazni. Úgyhogy ez volt a tavaly augusztusi átalakításnak a lényege, tehát 160 129 szavazókör került Miért fontos az, hogy mindenki, aki már vélhetően, vagy legalábbis valószínűleg megkapta a, a választásról szóló értesítőt alaposan elolvassa, hogy hova kell mennie szavazni. Ugye ebben lehetnek változások, vannak olyanok, akik talán első olvassák, kidobják, és, és tudják, hogy hova kell mennünk, mert hogy ezt szokták meg az elmúlt években, de azért nem biztos, hogy most ugyanoda kerültek, mint a hova korábban. Így igaz, lehetségesek ilyen változások nagyobb számban. Nagyon fontos emiatt mindenkinek meggyőződnie arról, hogy egyébként valójában hova kell mennie mely szavazókörben. Jellemzően ezek a szavazókörök egyébként általános iskolákban, óvodákban, középfokú oktatási intézményekben vagy e, egyéb művelődési házakban helyezkednek el. Viszont nekünk néhány törvényszerűséget ugye figyelembe kellett még vennünk ezek során az átalakítások során. Ugye egyrészt vannak olyan intézmények, például a stadionunk óvoda, amelyek éppen felújítás átalakítás alatt vannak, tehát oda biztosan nem tudnak menni szavazni a választópolgárok. E, vannak ezen kívül olyan típusú törvényszerűségek, hogy az országgyűlési egyéni választókerületeket, illetve az önkormányzati egyéni választókerületeket sem e, haladhatják meg ezeken a területeken sem nyúlhatnak át ezek a bizonyos szavazóköröknek a területei. És hát így sajnos előfordulnak olyan anomáliák is, amiket most még jelenleg nem tudtuk kezelni, hogy például egy önkormányzati választókörhöz tartozik mondjuk Tapolca és a belváros egy része, egy önkormányzati választókerülethez tartozik Helyőcsaba például és a belváros egy része, vagy olyan példát is tudok mondani, amikor van egy tízemeletes panelépület, hat lépcsőházzal, egy belévő épületről beszélek, és három lépcsőház egyik választókerülethez tartozik, három lépcsőház a másikhoz. Tehát sajnos Ezeket az anomáliákat most nem tudtuk kezelni, úgyhogy ezen szabályszerűségek között kellett mozognunk. És ezért is nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki tekintse át pontosan és részletesen, hogy hova kell mennie szavazni, mert nem automatikus az, hogy mindenki a került besorolásra, ahova korábbiakba tartozott, hanem elképzelhető, hogy ebben van változás. Ezeket a változásokat, hogyha valaki esetleg eldobta, elfelejtette, nem nézte meg, vagy véletlenül nem kapott volna, értesítőt február hónapban, akkor természetesen segítséget tudunk nyújtani. Két alapvető segítségről tudok beszámolni, az egyik a választás.hu nevezetű honlapon keresztül, ez egyik egy nagyon jól felépített és egyszerűen kezelhető honlap, választás.hu-n, hogyha az ember rákattint arra az egyszerű fűre, ami annyit jelent, és aként van megfogalmazva, hogy hova mehetek szavazni, vagy hol szavazhatok, akkor a saját lakcímének, utca és házszámának beírásával pontosan megmutatja a szavazókörnek a nevét, tehát hogy mely általános iskola Voda vagy közoktatási intézmény művelődési ház és oda pontosan hova kell mennie utcaházszám szerint, úgyhogy, úgyhogy ez az egyik segítség, amit tudunk nyújtani. A másik pedig a Városházán, a polgármesteri Hivatalban. Ugye egyrészt működik egy választáskukacmiskolc.hu nevezetű e-mail cím, ahol írásban választ adunk minden kérdésre, másrészt pedig a 46-os 46 körzet 5127-es százas telefonszám, ahol a választási irodát keresve a kollégák nagyon szívesen segítenek, akár a választási értesítő másolatának kiadásával, akár pedig egyébként szóban tájékoztatják a választópolgárt, hogy a szavazóhelyiség az hol helyezkedik el, hova tudja leadni a voksát. Ezek ugye mind nagyon hasznos információk, de ahogy ön is említette, gondolom azért a szavazóköröknek az átalakítás, akkor azért azt figyelembe vették, hogy mindenkinek lehetőséghez képest közel legyen az, ahova mennie kell. Tehát, hogyha valaki eldobta az értesítőt, és nem is néz utána, hogy hova kell mennie, akkor is, ha elmegy a megszokott helyre, gondolom ott tájékoztatják, hogy akkor hova kellene átsétálni vagy átfáradni, szavazni. Így van, természetesen mind a szavazatszámoló bizottsági tagok, mind egyébként a jegyzőkönyvvezetők ebben fel vannak készítve, tehát ott azonnal prompt módon tudnak segítséget nyújtani, hogy abban a szavazókörén névjegyzékben szerepel az adott választópolgár, vagy esetleg máshol át kell fáradnia. Jellemzően egyébként tényleg ezek a lakcímük közelében helyezkednek el, tehát nem kell a város másik felében vélhetően átmenniük, próbáltuk ezeket minél közelebbi helyszíne tenni, tehát hogy a választópolgárnak ez minél könnyebben legyen megközelíthető. Szervezés szempontjából a városnak mennyivel jelentett hát viszonylag könnyebbséget, hogy kevesebb a szavazókör most már? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy jelentős mértékben. Ugye, ha csak ezt a 31-es számot nézem, és ezeket beszorzom azokkal a mennyiségekkel, mindenhova legalább egy jegyzőkönyvezető kell. Ugye nyilván jegyzőkönyvezetőnek bérezéséről is beszélünk. Mindenhova ugye adminisztrációs segítséget kell nyújtani. Mindenhova szavazó fülkéket kell szállítani. Ez ugye most a jelen állás szerint ugye négy szavazó fülkét jelent szavazókörönként. Ennyi helyszíne kellett az összes logisztikát kiszállítani. Ugye gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy nálunk a felkészülés tavaly augusztus óta tart, és ez egy jelentős több száz fős létszámot jelent. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jelentős adminisztratív könnyebbség, Másrészt azt is kell, hogy mondjam, hogy ez nyilván a korábbi éveknek a tapasztalataival is együtt járt, hiszen próbáltuk az egyensúlyokat is megfelelően megtalálni, hiszen az előző országgyűlési választásnál bizonyára többen emlékeztek rá, emlékeznek rá, hogy, hogy, jelentős sorok alakultak ki egyébként a választások során. Mi ezt próbáltuk olyan szempontból is áthidalni, hogy ahol vélhetően több szavazópolgár fog megjelenni, ott próbáljuk albizottságokkal, több munkaasztallal, több szavazófűkével gyorsítani Ezeket a tevékenységeket, hogy ne kelljen a választópolgárnak sok időt várniuk, hanem minél gyorsabban, minél egyszerűbben tudja megtenni a szavazatát. Zárásként unalomig ismételt talán, de szerintem nem lehet elégszer elismételni, mi fog történni, és akár ez akár az új szavazóknak is fontos információ lehet mi fog történni a szavazókörökben, megérkezés után, mik a teendőink, mit vigyünk magunkkal, tényleg csak összegezve, mert nagyon sokszor volt már erről szó. Abszolút, de nem lehet erről elégszer beszélni. Tehát alapvetően én azt kérem mindenkitől, hogy egyrészt személyigazolványjal, lakcímkártyával, vagy útlevéllel és lakcímkártyával, vagy jogosítványal és lakcímkártyával együtt szerelje föl magát, ha lehet így fogalmazni. Ott a szavazókörben ezeket be kell mutatni, azonosítást követően a névjegyzéket a választópolgár alá tudja írni. Itt alapesetben ugye két aláírásról beszélünk, egyrészt, hogy átveszi az országgyűlési egyéni választókerületi választásnak a szavazólapját, másrészt attól függően, hogy nemzetisége a nemzetiségét, ha pedig nemzetiségként nincs regisztrálva, akkor az országgyűlési listás szavazólapot. Ezt követően még megkaphatja a következő névjegyzék aláíráskor az országos népszavazásnak is a szavazólapját, tehát jó esetben három szavazólapról beszélünk. Ezzel az magár választásától függően, vagy odakint a kint elhelyezett asztalon, vagy a szavazó fülke magányában tudja a megfelelő helyre elhelyezni a két egymás vonalat, X-et vagy keresztet, hogy ezt is hozzátegye, és ezt követően a kapott borítékba elhelyezve, vagy akár boríték nélkül is, a szavazókörben lévő urnába tudja dobni a szavazatát. Tehát ez röviden és egyszerűen a folyamat. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk és elmondta ezeket a fontos és hasznos információkat. Én köszönöm a lehetőséget.